hálásak vagyunk, hogy nap mint nap féltő, okos szóval, de ha kell segítő szigorral, bővítik gyerekeink ismereteit, nyesegetik vadhajtásaikat. 40 éves óvodai munka után vonul nyugdíjba Szilágyi Ferencné és Danszki Klára. Őket pedagógus napon búcsúztatták el a Békessugár úti tagóvodában, ahol mindketten vezetőként is tevékenykedtek. Szilágyi Ferencné 22 éven át a Mágocsi úti óvodában dolgozott, majd a Bajcsi végül a Békessugár úti intézményben vezette az ott folyó munkát. Legfőképpen az az érzésem, hogy egy nagyon szép életút mögött vagyok, és azt gondolom, hogy a szakmai életutam az egy szépen fölívelő folyamat volt, ezért gondolom, hogy ezért választottak annak idején a vezetőim először a Bajcsi Zsilinszky úti óvodának tagintézményvezetőjének, megbízott tagintézményvezetőjének, illetve most pedig 3 éve a Békessugár úti tagintézménynek a vezetőjeként tevékenykedem. Szilágyi Ferencné kitért arra is, hogyan látja a mostani és a 40 évvel ezelőtti óvodai munkát. Meglátása szerint a gyermekek szülei ma már szabadabban nevelnek, mint annak idején. A gyermekek szülei ma már egy kicsit szabadabban nevelik a gyermekeket, és egy kicsit úgy érződik, minthogyha a kötelességtudatra nevelés, az erkölcsi értékek ma nem lennének annyira nagyon szem előtt tartva. És úgy gondolom, hogy ebben egy kicsit változnunk kellene. Danszki Klára itt kezdte pályafutását, és itt is fejezi be. A legnagyobb öröm nekem az, hogy ebben az óvodában kezdtem 40 évvel ezelőtt, és itt is fejezhetem be a pályafutásomat, és hogy nagyon sok olyan kisgyerekem van már most, akinek a szüleinek is én voltam az óvoda pedagógusa, és igazából a gyerekeknek a szeretete, az ölelő karjai, a kis apró kis rajzos ajándékai, tehát azok, amik a közös jó hangulatú rendezvények, amik leginkább megmaradnak az emlékezetemben. Az eseményen átadták a Békessugár úti óvoda gyermekeiért díjat, melyet Danszki Klára, a tagintézmény korábbi vezetője vehetett át.